Köszöntöm a Rábaköző televízió nézőit. A Petőházi kis frigyes antik rádiókat gyűjt. Mai műsorunkat a gyűjtővel készült beszélgetésünkkel kezdjük. Marconi már 1901-ben bemutatta a rádió hullámok vezeték nélküli sugárzását, azóta nagyon sok idő eltelt. Televízióban, rádió, okostelefon, mégis az ember első számú hírközlő eszköz a rádió. Ön szerint miért van ez így? Jó kérdés. Szerintem mindenképpen aktuális a rádió, tehát percre aktuális. Én úgy vagyok vele, hogy egész nap a Kossuth rádiót hallgatom középhullámon. Tehát van komoly zene, van beszélgetés, vannak hírek, háttér rádiózásnak használom. Tehát úgy gondolom, hogy aktuális mindig a rádió. Természetesen, hát amit ugye adásba adnak értelemszerűen, így értendő. Gondolom, olyan előnye is van, hogy az ember mellette bármit csinál, mert bekapcsolja, hallgatja, és még a munkáját is el tudja végezni. Így van, tehát ahogy itt körülnéznek, a készülékeimet én javítom, és például a restaurálási munka alatt is kiváló háttér rádiózás, az tökéletes. Tehát úgy nem vonja az ember figyelmét, de ott lehet lenni a világba, úgy mondjam, így. Hogyan kezdődött a gyűjtő munka? Érdekesen, viszont egyszerűen. Egy volt kollégám, Sopronban dolgoztam annak idején, kb. 25 évvel ezelőtt történt, adott nekem egy könyvet, ez a Kádár Géza féle könyvsorozat egyik kötete, és mondta a Géza, hogy figyelj, adok egy könyvet, én valamikor javítottam a rádiókat, most már nem kell nekem, belenéztem, és megdöbbentem, hogy milyen széles skálán mozognak a rádió fazonok, tehát a formák, a kivitele a rádióknak, és hát megvettem az első néhány rádiómat, és attól kezdve nem volt megállás. Most már nem csak rádiókat gyűjtök, használati eszközöket is, mert meggyőződésem, hogyha kiállításra megyünk, kiállítást csinálok, akkor nem csak a rádiót oda kell rakni, hanem egy interiőrt kell adni, tehát egy hangulatot az embereknek használati eszközökkel, vetítőgép, ventilátor, orkánkabát, sorolhatnám. És így tudjuk adni át ezt az érzést, ezt a feelinget, hogy úgy mondjam, igen. Ez a gyűjtemény gondolom bemutatja a rádió fejlődését is. Így van, az első készülékeim azok detektoros készülékek természetesen. Ugye Magyarországon a rádiózás 1925-ben indult hivatalos formában, a műsorrend szerinti rádiósugárzás. Ebből a korból van néhány darab detektoros készülékem. Később ugye jött az úgynevezett néprádió, jóval később természetesen, amikor már ugye megjelentek az elektroncsövek. Hát itt ugye azt hallgattuk, amit akart az éppen akkori rendszer hallgattatni velünk. Tehát ugye tudjuk, az akkori néprádiókon Kossuth és Petőfi hallgatható volt, illetve korábban ugye a vezetékes rádió volt, az még keményebben volt szabályozva. És ugye jött a néprádiók, illetve elnézést, jött a világvevő kategória, ahol különböző hullámsávokon már gyakorlatilag az egész világ fogható volt, csak érzékenység és pénz kérdése volt, hogy milyen készülékünk van. És akkor hát a mai nap pedig ugye látjuk már, hogy digitális adás is van, sőt jó része már így fogható. De én bízom benne, hogy a Kossuth rádió még hosszú ideig analógba sugároz, hiszen nagyon sok készülék van, amin a Kossuth rádió hangján keresztül tudom bemutatni a rádiózást. Hát önt nagyon sokan ismerik, beindult a gyűjtési munka, gondolom a környéken, aki talál valami érdekeset, meg fogja keresni. Igen, hoznak az emberek dolgokat, el is fogadom, kötelességem is, hogy elfogadjam. Hát ha adják, ugye természetes. Annak különösen örülök, ha olyan darabot találok, ami a gyűjteményi körömbe beillik. Van ilyen. Szívesen várok bármit. Mutassa be a gyűjtemény legérdekesebb darabjait. Tehát a rádiózás a detektoros készülékekkel indult, ugye? A Magyarországon a rádiózás, talán már említettem, 1925-ben indult, illetve a rádiósugárzás. Itt látunk néhány detektoros készüléket. A készülékek tetején, illetve elején a detektor látható. Nagyon egyszerű szerkezetek, néhány alkatrészből állnak, fejhallgató ugye szükséges volt hozzá föltétlenül. A rádiózás kezdetéből, tehát 1925-26-ból van úgynevezett engedélyokiratom. Ugye engedélyokiratot kellett kiváltani nem csak a
rádiókészülékek bütyköléséhez és készítéséhez, hanem a vásárlásához is. Tehát ha boltba bementek annak idején az emberek, akkor be kellett mutatni az engedélyokiratot, ami előzőleg ki volt állítva, és így lehetett megvásárolni a készüléket. Ugye, hogy haladt az idő, a elektronika ugye nagyot fejlődött, jöttek az elektroncsövek, később a tranzisztorok, ugye fejlődött a rádiózás technika is, ugye tudjuk, megjelent a néprádió, de előtte szeretném mutatni ezeket a rádiókészülékeket, ami tulajdonképpen láda rádiónak nevezünk. Tényleg úgy néz ki, mint egy láda, az ember nem is gondolná, hogy rádiókészülék. Külön hangszóró szükséges volt. Itt van például egy tölcséres hangszóró, ez éppen osztrák gyártmányú. Később ugye a rádiókészülékeknek a láda és a hangszóró része egybeépült, és megjelent ugye az a rádiókészülék, ami már komplett volt, csak be kellett dugni a konnektorba, adtunk neki egy antennát, és szólt is. Bemutatnám ezt a készüléket is, egyik kedvencem, ez a Philips Olympia 1936-37-ből. Ugye a berlini olimpia 36-ban volt, és a következő évben jelent meg. Ezt a készüléket egy magyar ipari formatervező, Bozzai Dezső tervezte. Miért érdekes? A rádiózás kezdetekben nagyon drága dolog volt. Itt látjuk, hogy 1936-37-ből ez a rádiókészülék 175 pengő volt. Ugye abból az időből mondhatjuk, hogy az ember könnyen viccel, havi 200 pengő fixel. Hát gondoljunk bele, egy havi fizetés, egy rádió. Viszont a rádió ugye megnyitotta a világot az emberek előtt, és sok mindent adott. Sok mindent adott az embereknek értelemszerűen. Itt még a rádiózás úgy folyt, ugye, hogy megjelentek ugye a néprádiók, ahol ugye csak azt hallhattuk, amit az éppeni politika diktált, tehát az egykori néprádiókon be lehetett állítani a Kossuthot és a Petőfit, esetleg egy körzeti adót. Később megjelentek az úgynevezett világvevők, ami folyamatos hangolású volt. Ez már az 50-es évek végét írjuk itt. Nyújtott rövid hullámusávon, természetesen hallgathatták az emberek a Szabad Európát, a Amerika hangját, és sorolhatnám. És így szépen. Ugye közben megjelent a műsorsugárzásban az ultrahullámú technika, ultrarövid hullámok, az URH adások kiváló minőségben, és így gyakorlatilag szépen lassan eljutunk a napjainkig, amikor már ugye digitális sugárzásról beszélünk. Még meg kell említsem a televíziózás technikát, ami Magyarországon 1957-es évben indult. Természetesen kísérleti sugárzás jóval korábban indult, de 57-re datálhatjuk azt, amikor műsorrendszerűen indult a tévésugárzás. Ez egy kékes tévékészülék. Orion gyártotta, mögötte az első Orion készülék, egyben az első magyarországi televízió készülék, az AT501-es. Látható, a tévékészülékre ráragasztottam egy papír másolatot, cicavizén monoszkópot láthatjuk, ez egyedülálló volt a világon, hogy Magyarországon az esti mese előtt a gyerekeknek külön monoszkópot sugárzott a magyar televízió, és mellette ugye ment az általunk is ismert cicavizió szignál. Látható, hogy beállító ábrának tényleg lehetett használni, egyenletes hálóbeosztás, a nyitott bajusza a cicának a sorbontást ellenőrizhető ez alapján, és ugye Futrinka utca természetesen, itt láthatók a kedvenceink, ugye a Manócska és a Mazsola, és néhány mesefigura. Tehát a közszükségleti rádióberendezések gyűjtésével kezdtem, úgy 25 éve, és időközben ugye valahogy a katonai berendezések, katonai adóvevők felé is elcsúsztam. Itt látható néhány katonai adóvevő berendezés. Ez például egy harckocsi rádió, ami közel 35 évet szolgált a magyar hadseregbe, R-123-as típusa van. Itt vannak a harckocsik, a makettjei, amilyen harckocsi típusokat kiszolgált ez a rádió.
Itt látható egy falemez, ami imitál egy harckocsi tetőt, egy harckocsi felső részt, és ezen egy beépített antennát láthatunk. Ez egy eredeti beépítés egy harckocsi antennának. Ha alá nézünk, láthatók az úgynevezett harctéri, küzdőtéri lámpák. Tehát ha ide beülünk, vagy itt megközelítjük ezt a helyet, érzésünk lehet, hogy körülbelül egy harckocsiba hogy dolgozott a híradó katona. Természetesen van fejvédőm is, harckocsi fejvédő. Aztán sorolhatnám éjjellátó készülék, ami ugye harckocsiba használatos volt, illetve elengedhetetlen. Több látogatón kérdezi, ez a pici egérke mit keres itt. Erre azt szoktam mondani, hogy az egérke az őrzi a békét. Tudnélik, a haditechnika ugye mindig csúcstechnika volt minden időben, és ma is az. Néha látjuk a megszelidült változatát a polgári életben 5-10 év múlva, de ugye soha ne legyen rá szükség, hogy alkalmazzuk mai napig is, és hát sajnos a múltban több eset volt rá, hát itt az egérke a békét védi. Gyűjtő munkája során találkozott valami érdekes dologgal? Hogyne, természetesen, hiszen a gyűjtő munkával jár. Elsőként említeném ezt a kápolna alakról hasonlító készüléket. Megláttam egy bizonyos helyen, szerettem volna megszerezni. Tudnélik, ez a rádió típus, ez a kápolna alak nagyon ritka. 1930-as éveket írjuk. Megvásároltam, én azt hittem, hogy eredeti darab. Kiderült, hogy ezt a készüléket egy varrógépházból készítette egy nagyon ügyes amatőr kollégánk, úgy, hogy a varrógép burkolatát ugye a két végén levágta, és abból mindjárt két rádiót össze tudott állítani. Ez meglepett, de továbbra is egyik kedvenc darabom. Nem bántam meg, hogy megszereztem, hiszen nincs ilyen készülékem, és nagyon ritka, és tudom mutatni, hogy a kápolna stílus így nézhetett ki annak idején. Ha itt sorba megyünk, láthatjuk a német készülékeket. Mutatom, ez a három készülék németországi sorozatból származik. Mindhárom készüléken látható a sashorogkereszt, illetve a sasfej. Ugye a 30-as évek végét, 40-es évek elejét írjuk. Érdekessége a dolgoknak, hogy például ezt a készülékházat több helyen láttam, de ki van belőle köszörülve a sashorogkereszt. Hát megfelelő időben ugye az embernél ilyet találtak, akár a padláson, vagy valahol, lehet, hogy elbeszélgettek vele, még úgy gondoljuk gyűjtők, hogy emiatt köszörülték ki ezeket a jeleket. A készülékekről még el kell mondani, hogy minden darabjuk felülbélyegzett, sorszámozott és sashorogkeresztes emblémával felül van bélyegezve, tehát gyakorlatilag minden darabja eredeti állapotot tükröz. Én személy szerint voltam Fürth nevű helyiségben Németországban, ott van egy rádiómúzeum, hatalmas, többszintes épület, és ott láttam egy helységet, ahol ezek a német rádiók sorba vannak állítva, mint a katonák. Ugye közel vagyunk Nürnberghez, ha jól emlékszem, ugye Nürnbergben volt a Hitler, ahogy hatalomra jutott, az egyik nagy demonstráció. Az ember belép abba a helységbe, és a Führer hangja megszólal a hangszóróból. Hát borzongató. De ez a három típusú készülékem nekem is megvan, meg tudtam szerezni. Alapvetően nem a német és külföldi készülékekre utazok, inkább a magyar rádiókészülékeket és szerkezeteket szedem össze. De ez is egy kivétel, a következő, ez sem magyar, ez a lámpa, ez ugye világít, és tulajdonképpen áramot termel, úgy, hogy a rádiókészüléket tudja táplálni árammal, és egy elektroncsöves telepes készüléket tud működtetni. Ez is megdöbbentő volt számomra, különösen azért, mert Szovjetunióban készült az 50-es években, de Romániából származik. Magyarországon nem volt elterjedve, pedig az Alföldön, ahol ugye tudjuk, legkésőbb időig volt talán a áram nélküliség, hogy úgy mondjam, tehát ott volt legkésőbb hálózati áram. Ugye ez a készülék biztos, hogy ott is jó szolgálatot tett volna, hiszen tud világítani, rádiót lehet hallgatni, és a nagy poénja még az, hogyha a csövét levesszük, a felső csövét,
akkor fölül még melegíteni is tud, sőt, még tojást, akár tojást is tudunk rajta sütni. Hát így van kialakítva, egy érdekes, nagyon érdekes szerkezet. Van olyan készülék, amit meg tudsz szólaltatni? Hogyne, több is, több berendezésem is működőképes, igen, így van. Ha itt folytatnánk, akkor bemutatom a Magyarországon gyártott első igazi komoly magnetofon készüléket. Ugye 1954-55-öt írjuk, az első magnókészülék Magyarországon egy adapter volt, amit szintén meg tudnék mutatni, de különösebb jelentőségét most ott nem ecsetelném. Ez volt a következő, a vörös szikra, a magnóadapter után, ami igazi magnónak tekinthető, közel 20 kilós darab, be is fogjuk kapcsolni. Amit hallani fogunk, az a Honvágy című dal, oly távol messze van hazám, énekel Boros Ida 1957-58-ból. Ugye a 56-ba távozott honfitársainknak hosszú ideig külföldön ez volt a nosztalgiázásnak a lényege, ezt a dalt szokták énekelni, és ezzel emlékeztek egykori hazájukra. Kapcsoljuk be. Ennyi volt a rövid bejátszás, és mutatnám, hogy nem csak hangban emlékeztek egykori hazájukra, hanem hímeztek szép falvédőket is, és itt láthatjuk, itt a szövege a dalnak, oly távol messze van hazám, csak még egyszer láthatnám. Ez egy egyszerű színes nyomat, de voltak ennek a falvédőnek ugye hímzett változata is különböző képi megfogalmazással. Hát ez is egy érdekes történet. Láthatjuk, hogy a rádiózás, a hangtechnika, a magnótechnika, hogy általában a technika maga a történelem. Tehát bemutatnám az egyik nagy kedvenc készülékemet, amit körülbelül jó két évvel ezelőtt tudtam megszerezni, saját magam restauráltam. A neve tulajdonképpen zeneszekrény. Minden funkcióban működik, meg fogjuk szólaltatni. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy igen, nagy boldogságot okozhatott ez a zeneszekrény 1951. december karácsonyán, mert ugye sorszámozott készülék, a hátoldalán látható a kiadás dátuma, és vélhetően Budapesten a Dohány utcában egy második emeleti lakás, mint tudjuk, ott a boldog tulajdonos a családjának megvásárolta karácsonyi ajándékként. Én a tulajdonos unokájától tudtam megvásárolni, és restaurálva most be fogom mutatni. Láthatjuk, hogy a készülék ugye soksávos úgynevezett világvevő. Látható, hogy gramofon lemezt tud lejátszani, illetve magnetofon is már be volt építve. Mint mondtam, 1955-ben készült a mechanikai laboratórium gyártotta Budapesten, mi röviden gyűjtők, ezt csak meglaborként említjük. Itt látható az ML embléma a rádiókészülék skáláján. Készülékben még látható a zeneszekrénybe egy beépített bárszekrény, tehát itt nem volt más dolgunk, egy székre leültünk, bekapcsoltunk egy lámpát, közben olvasgathattunk is, és hallgattuk a zenét és a rádiót. Nézzük, hogy ez milyen minőséget adott 55-be. A rádiót ugye halljuk. Ugye működik a hullámváltás is, különböző hullámsávokon. Sajnos igen, recsegett a hullámváltás közben, szinte minden rádiókészülék adja ezt az érdekes hangot. Visszamegyünk a Kossuth rádióhoz, és akkor átkapcsolunk hanglemezjátszásba.
és beindítjuk a lemezjátszót. Beállítjuk a megfelelő korrekciót, és hamarosan halljuk az emberi hangot. Hogy szólalt meg egy 50-es évek készülékén az emberi, természetes emberi hang? Ugye a teljes első strófát meghallgattuk, ezt úgy szoktam mondani, tiszteletből illik végig hallgatni, ha már egy bakelit lemezt, pontosabban shellac lemezt fölteszünk 78-as fordulaton, azt ugye illik meghallgatni, ha nem is végig, de az első szakaszt. Bemutatnám a készüléknek a beépített magnetofonját, látható, hogy szintén MacLabor gyártmány, ezt közben kikapcsoljuk. Bekapcsoltam a magnetofont, egy-két percet ugye várni kell, mert ugye elektroncsíves készülékre lévén szó, idő kell a bemelegedéshez. Amit hallani fogunk, legjobb emlékezetem szerint Pór Péter énekelni fog egy slágert. Hát nem teljesen az 50-es évekből, de ugye ezek a készülékek, aki ezt a készüléket zeneszekrényt megvásárolta, évtizedekig használta. Tehát természetes, hogy ahogy múlt az idő, különböző műsorszámok ugye hallhatók voltak a készüléken. Lassan be is melegedett a készülék, valószínű. Megnyomjuk a lejátszás gombot, kiválasztjuk a lejátszási sebességet, és át kell kapcsolnunk a zeneszekrényt magnetofon lejátszás üzemmódba, és induljunk, startoljunk. Egy kis hangerő. Ilyen minőségben hallgathatták az emberek 55-ben a rádiót, a lemezjátszót és a magnetofont. Csúcskészülék volt. El kell mondjam, hogy az ára az egy másfél éves fizetésnek is megfelelő volt, ugye attól függ, hogy ki milyen fizetéssel rendelkezett, mennyit keresett. 20 ezer forint volt ez a kivitel. A zeneszekrénynek háromfajta kivitele létezett, ez a legszebb. Az úgynevezett barokk, neobarokk kivitel, látjuk az intarzia berakásokat, és hát egyáltalán egy professzionális technika volt. Tudnunk kell, hogy a MacLabor, a magyarországi hadiparnak és a közép-európai szocialista hadiparnak is gyártott készülékeket. Nagyon kevés közhasznú készüléket gyártott a MacLabor, a mechanikai laboratórium. Ez a berendezés belsejébe is látszik, a restaurálási munkán megdöbbentem, hogy milyen érdekes megoldásokat tartalmaz, és milyen professzionális megoldásokat. Itt még megmutatnám, megszólaltatni ugyan nem tudom, de akkor az 50-es éveknek a táska, illetve zsebrádióját, ami még elektroncsöves volt, láthatók az elektroncsövek, ebből nagyon kevés darab maradt fönn, mert ugye könnyen eltörik a bakelit ház. Amit viszont meg tudunk szólaltatni, az a Szokor rádió, ugye néhány tíz évvel később, sokunk ismeri a Szokolt. Kipótoltuk kettő darab lapos elemmel, így ugye hosszabb ideig lehetett hallgatni az eredeti úgynevezett tölthető elemét vagy akkumulátorát, ugye ilyenkor kiszedtük. Kiválóan működik, több tíz típus sorozata volt a Szokol zsebrádiónak.
Most egy nagyon érdekes hangot fogok bemutatni, amit napjainkban bip hangnak nevezünk. Hogy mióta is nevezzük ezt bip hangnak, ezt a hangzást, egész pontosan 1957. október 4-e óta, amikor a Szovjetunióból felküldték földkörüli pályára az első mesterséges holdat, a Sputnik 1-et. Itt látható a Sputnik 1-nek egy makettje, saját magam készítettem, kerékpárküllő, műanyag, gömb, stb. Ez 1:10 méretarány, tehát 10-szer nagyobb a gondoljuk el, itt a szobába keresztbe éppen beférne. Mögött a hangszoróból fogjuk hallani a Sputnik 1-nek a hangját, amit a világűrből az ionoszférán, stratoszférán keresztül a földfelszínen természetesen lehetett fogni a katonai sávokon és a rádiomatőr sávokon. Hallgassuk meg, milyen is volt ez a bip hang. Hát ilyen rövid volt, de ugye hallható, hogy tényleg ugye ez a bip elnevezés, ez nagyon találó. Szinte ez az üreszköz még fönn volt, amikor Szovjetunból fölküldték a Sputnik 2-t, tudjuk a fedélzetén a Lajka kutyával. Itt mutatom a Lajka kutyának az egyik szobrát. Ugye emlékül szobrot állítottak a kutyának. Tudjuk, az állatvédők is felléptek annak idején is, és újabban is, hogy ugye a kutyát nem lehetett élve visszahozni, a technika nem olyan szinten volt még. Tehát tulajdonképpen sajnos végre volt, halálra volt ítélve a kicsi. Tudni kell, hogy az űrkutyák kisméretűek. Az amerikaiak, ugye tudjuk, majmukkal kísérleteztek, Szovjetunióban pedig kutyákat használtak. A magyar posta 2007-ben egy bélyeget bocsátott ki, itt mutatom nagyba, nagyítva, a Lajka kutya tiszteletére. Hát a Sputnik 1 és a Lajka kutyát jövőre 2017-ben fogjuk kerek évfordulóként ünnepelni, ugye 60 éves évfordulója lesz ennek a történetnek. Ez a történet megindította az űrversenyt. A Sputnik 1 az tulajdonképpen szinte sokkolt az amerikai közvéleményt is. Tudnélik, úgy küldték fel a Szovjetunióból ezt, hogy a Föld forgás sikjára merőlegesen keringett, és ha elképzeljük, hogy fölöttem elmegy a Sputnik, körülbelül egy ilyen sebességgel, 2 óra múlva, 20-30 fokkal arrébb ismét látható, illetve vehető a jel. És ugye megkérdezték önmaguktól is az amerikai emberek, hogy most már jön a szovjet veszedelem, akár atombomba is az égből. Eisenhower volt akkor az elnök Amerikai Egyesült Államokban, és még abban az évben, 57-ben úgy tudom, megalapították a NASA-t, a Nemzeti Űrkutatási Hivatalt, és így indult az űrverseny. Tehát mondhatnánk azt, egy 58 cm-es átmérő alumínium gömb, a Sputnik 1 elindította az űrversenyt 1957-ben. Hogy ezek a rádiók megszólalhattak, biztosan restaurálni kell, helyrehozni kell, kell lenne egy műhelynek, és természetesen kell hozzá olyan műszaki szakértelem, aki ezt el tudja végezni. Igen. A szakértelem, gondolom, enhecézás volt, hogy én is hasonlóképpen lehetek. Igen, tulajdonképpen Székesfehérváron tanultam 2 évig. Akkor a rádió tévészerelés igen nagy ázsiója volt ennek a szakmának, oda már nem tudtam jelentkezni, és elektronikai műszerészként végeztem, tehát az alaptudást ott szereztem meg, de tulajdonképpen általános iskolakorom óta érdekelt az elektronika. Aztán valahogy jöttek ugye ezek a berendezések, és jött egy alkalom, úgy 15 évvel ezelőtt, hogy alapítottunk Magyarországon egy klubot. Ezt a klubot Rádiógyűjtők Magyarországi Klubjának hívjuk. A Magyar Rádió a telephelyünk, a bejelentett telephely. Körülbelül 350, lassan 400 tagot számlálunk. Tehát a műszaki technikai hátterünk megvan, az alkatrészeket egymástól be tudjuk szerezni, a tudásunkat is tudjuk gyarapítani, de ez tulajdonképpen úgy gondolom, hogy indiktatás kell, ez a legfontosabb, és utána már jön az egész, tehát hogy úgy mondjam, ragad az emberre a tudás is. Hát itt a konyhába vagyunk, lakásom konyhájába.
látható, hogy egy 50-es évek korabeli berendezésre utaló enteriőr van itt, és hát itt szoktam a készülékeket javítani. Most egy kis rendet csináltam, mert sokszor előfordul, hogy az asztalom teli van alkatrészsel, és enni nem tudok, tehát az ebédet azt egy másik asztalnál vagyok kénytelen elfogyasztani, de szeretem ezt a helyet, mert nagy az asztal, kényelmes, és itt tudom hagyni. Tehát megvár engem, hogyha készüléket itt hagyom. Visszatérnék az alkatrészekre. Az alkatrész beszerzés így klubon belül a kollégáktól megoldott, egészen régi darabokat is be tudunk szerezni. És az alkatrészekről el kell mondjam, hogy minden kornak és minden technikai szintnek megvan a jellemző alkatrészei. Például mondhatnám, hogy egy katonai készüléket, ha M-zárót ládából kibontunk, és ugye azt meg tudjuk szerezni, vagy megvizsgáljuk, mondjuk a 60-as évekből, annak a gumi alkatrészei eredeti állapotúak szinte. Tehát, ahogy említettem, a haditechnika mindig az elején járt a technikának minden időkben, magyarul